Molnár Albert nyitotta meg a rendezvényt, a megyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke beszélt a kis- és középvállalkozó szektor sajátosságairól. A KKV-knak nagyon fontos eleme az innováció, a fejlesztés. Ugye a nagyvállalatok ezt megoldják, mert beállítanak egy új gépsort, és kvázi kevesebb emberre van szükség. No de mit tegyen mondjuk egy vendéglátóipari vállalkozó? Egy felszolgáló robotot nem lehet, vagy még jelen pillanatban nem tartunk ott, hogy robotok szolgálják ki mondjuk a kedves vendégeket, de nyilván olyan technikai, technológiai elemeket lehet beépíteni, ami nyilván ezt a kérdést megoldja. A fejlesztésekre forrása van szükség, amely leginkább hitelből vagy pályázati pénzből érhető el. A szerdai konferencián egy vadonatúj konstrukciót ismerhettek meg a vállalkozók, amely a kettőt, tehát az EU-s pályázati pénzeket és a hitelt kombinálja. Az önálló hiteltermék az ténylegesen nulla, tehát úgy kell értelmezni, hogy 0,0, tehát nem csak a hitelkamata nulla, hanem egyéb addicionális költségeket sem tartalmaz, míg a pályázatokkal kombinált termékek esetében van egy visszanemtérítendő pályázati láb, illetve egy ahhoz kapcsolódó hitelláb. Ebben az esetben a hitel kamata az 1-2% között szóródik. Azonban még így is, hogyha utána számolunk, akkor nagyon kedvezményes finanszírozási formát kapunk. A pénzügyi szakember szerint a fiatal mikrovállalkozások számára is elérhető a 0%-os hitel. A lényeg az, hogy életképes legyen az üzleti terv. Azt vettük észre, és az a gyakorlati tapasztalat, hogy az MFB meglehetősen rugalmas. Tehát olyan tekintetekben, hogyha látjuk azt, hogy bizonyos pontokon elakad a folyósítási rendszer, illetve jönnek olyan visszajelzések az ügyfelektől, hogy különböző kicsinek tűnő és nem túl fontos eljárásrendi problémákon megakad, akkor az MFB-től gyakorta jön segítő kéz, és változtatnak az eljárásrenden, kicsit finomítanak annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben kihelyezésre kerüljenek a pénzek. A konferencia résztvevői a kedvezményes hitelek és pályázati lehetőségek mellett előadásokat hallhattak az üzleti partnerek szerzéséről, cégellenőrzésről, monitoringról és a céginformációról.